Szeretettel köszöntöm Önöket. Hát igen, amikor elhangzott ez a mese, akkor nekem is pont ez jutott eszembe, hogy nekünk is hasonló módszereink voltak, pontosan így kanyarogtunk. De azért ezt a kanyargást most már 18 éve kezdtük el, 2004-ben, és akkor könnyebb volt iskolát alapítani, mint ma. Nem voltunk ennyien, amikor elkezdtük. Kriszta az előbb mondta, hogy hát biztos jönnek még, de hogy jó, ha jönnek, és örüljetek neki, de 7 gyerekkel kezdtük el az iskolát. Most 171 néhány gyerekünk van, 3-szoros, 4-szeres túljelentkezés, és egy olyan örömteli közösségben éljük az életünket, hogy a nagy fáradtságok után, mondjuk karácsonykor, amikor beesünk a fa alá, akkor csak azt mondjuk a feleségemmel, nagyon-nagyon fáradtam, hogy nem is tudjuk, hogy ennyi örömet hogy lehet feldolgozni. És ez az öröm, ez mind a közösség öröme. Annak az öröme, hogy hasonló gondolkodású emberek, hasonló mentalitással egymásra találnak, mint a gyertyamártásnál. Szépen egyre nő és egyre nő, és a végén gyertya lesz belőle, és már elválaszthatatlanul egymáshoz tartoznak. Mi, amikor elkezdtük, akkor nem tudtuk, hogy ez lesz belőle, hogy majd érdeklődnek utánunk mások. Egy dolgot tudtunk, hogy a gyerekeinket szeretnünk volna úgy nevelni, hogy otthon neveljük. Tehát keresztény, magyar szellemben, családiasan, szeretetben, barátságos körülmények között. Körülnéztünk a környéken, hogy hol vannak ilyen iskolák. Megnéztük az akkori, hát ugye ez 2004, tehát nem volt ilyen színes a paletta azért, mint ma, de már azért elég színes volt. Voltak akkor önkormányzati iskolák, onnan nagyon hiányzott a lélek és a szellem számunkra, tehát mi kifejezetten hívő emberként szerettük volna, hogyha az Úristen ott van a nevelésünkben. Megnéztünk a közeli Waldorf iskolát, az szellemileg nem tetszett, mi keresztény emberként azt gondoltuk, hogy másként szeretnénk nevelni, és hiányzott belőle javarészt a magyar kultúrának egy elég fontos szerepe is. És megnéztük az egyházi iskolákat, azok pedig eléggé hasonlítottak akkor az önkormányzatiakra. És ezért úgy döntöttünk, hogy akkor megpróbálunk egy saját utat járni, valahogy ezeknek a meccéspontjában. És voltak mintaiskoláink nekünk is. Mezőrsön Szabó Gyula plébános atya csinált egy iskolát magyar műhely néven. Keszthelyen a családiskolát csinálja a Keszei házaspár. Ugyanott van egy Életfa iskola nevű kis iskola kezdeményezés is. És ezektől próbáltunk mintákat szerezni. Leginkább azt az erőt, hogy ez lehetséges. Hogy én önöknek ez a legfontosabb, amit szeretnék mondani, hogy ez lehetséges. Tehát, hogy nagyon, nagyon szépen, hogyha egybe kapaszkodnak, elképesztő erő van benne. És hogy persze azóta minden nap kemény munkával telik az életünk, de ez a kemény munka, ez mindig értelmet nyer. Akkor, amikor azokat a gyerekeket, akiket láthattak a felvételeken, neveljük, volt olyan gyerek, aki akkor, amikor a Dudával már ott állt, második osztályos volt. Második osztályos volt, ott dudált a nagyokkal. És nem lesz belőle soha népzenész. Csak örökre magával viszi az együttmuzsikálás élményét és tudását, azt a lelket, ami abból fakad, hogy a nemzetének a tudását és kultúráját növelte ő is, és növelte őt a nemzete kultúrája. És kicsit arra szeretnék majd kitérni itt az előadásomban, hogy mindez nem hagyományőrzés, mindez nem szépség, mindez nem elején kultúrájának a megőrzése, ez is. De nem ez az igazán érdekes benne a meggyőződésem szerint, hanem az, hogy ez azokat a gyerekeket, akiket rábízzuk erre az elején csillagösvényén megérkezett kultúrára, ezeket a gyerekeket növelni tudjuk vele ezerféleképpen. És csak ezzel tudjuk így növelni. Mással nem tudjuk így növelni. Ezt is elég fontos megjegyeznünk. A mindennapjainkat szeretném elmondani egy kicsit.
Tehát ugye ez a Muzaszem iskola bejárat, ez az épület nem létezett akkor, amikor megalapítottuk az iskolát. Ezt a közösségünk építette meg. 2008 és 2010 között az önkormányzattól kapott telkem. Egy fél évünk nem volt, amikor elkezdtük az építkezést. Pontosan ez itt teljesen nem igaz. Úgy igaz, hogy leraktuk az alapkövet 2008. október 19-én, és polgármester úr, akitől a telket kaptuk egy földhasználati szerződéssel, oda jött hozzánk, hogy megkérdezze, hogy hát akkor mikor indul az építkezés. Mondtam neki, hogy jövő héten. Azt kérdezte, hogy mennyi pénzetek van. Hát ugye én előtte, amikor 50 ezer forint volt az alapítványunk számláján, akkor 45 ezer forintért vásároltam egy alapkőurnát, azt éppen az előző percekben betonoztuk be az udvar közepén, tehát maradt 5 ezer forint a számlánkban, és ugye nem hazudunk, tehát mondtam neki, hogy 5 ezer forint. Polgármester úr arcáról lefagyott a mosoly, és hát fakétnél hagyott, mondtam, hogy jó szilárd, most arrébb vagyok egy kicsit. Nyilván nem hitt benne, hát nyilván úgy gondolkodott, hogy pénz, és aztán utána belevágunk a beruházásba, és ez egy polgármester esetében így van jól. De egy civil társaság esetében nem feltétlenül így van jól. Mert hogy terveztünk távolra, tudtuk, hogy a vége 270 millió forint. De azt is tudtuk, hogy ha arra várunk, hogy 120-at összegyűjtsünk, akkor nem lesz soha iskolán. Tehát bele kellett vágni. 5000 forinttal. Az első hétvégén érkezett Benke Gyuri földmérő barátunk, és 2-300 ezer forintos költség lett volna, ingyen kinyerte nekünk az iskola alapterületét. Hát látszik, hogy ez elég kacifántos az alapozás. Jött földmérő, vagy földmunkás, munkagépes barátunk, Baka Vélának egy kedves munkatársa. Ő kiszedte az alapot, miután oda mentünk szülőkkel, utána igazítottunk. Érkeztek a piavista szakmunkásképzős gyerekek, maradék zsaluanyagból bezsaluzták. Még ugye egy filért nem adtunk ki, és ott volt a zsalu. Utána kaptunk 200 ezer forint adományt, abból vasat vásároltunk, jöttek a piarista szakiskolások, a mestereik vezetésével bevasalták. 600 ezer forint adományt kaptunk, nagy-nagy árengedményekkel, egy betonos cégnek a támogatásával, nagyjából 25%-os árengedményt adtak, hoztunk betont, és a piarista szakiskolás gyerekekkel, meg a szülőkkel bebetonoztuk az egészet, és ott volt egy 500 négyzetméteres nagy alapunk, benne már a csövekkel, meg egyebekkel. És akkor kihívtam a polgármester urat, hogy jöjjön, nézze meg, hogy hát azért nem a levegőbe beszéltünk. Nagyjából másfél hónap telt el. Oda jött, megnézte, mondta, hogy ez igen. Mondom neki, hogy hát igen, tényleg szép, de a legszebb nem ez, hanem mi kérdezi tőle, mondom, az, hogy megvan az 5000 forintunk. És így ment végig az építkezés. Amikor két év múlva befejeztük, akkor azt tudtuk, hogy 170 millió forintba került nekünk az építkezés, és azt is tudtuk, hogy 260 millió forintra értékelte fel a bank. Tehát 90 millió forintot soha nem fizettünk ki, ez a mi munkánk volt benne. Menedzsment munkánk, árengedmények, tevőleges munka, ahogy már említettem, amikor adtuk fel a cserepet, és mi cserepeztük be, és így tovább. A 170 milliót pedig úgy hoztuk össze, hogy 60 millió forint adományt kaptunk a barátainktól. Volt 80 millió forint bankhitel, amit éppen a napokban fizetünk ki, tehát most lassanként a végére érünk már. És volt nagyjából egy olyan 20-30 millió forint, amit a szülők adtak oda kölcsönként. Jó párunknak a házán jelzáló volt, mert hogy hittünk abban, hogy ez a közösség meg fogja csinálni, az édesanyám házán is jelzáló volt. Mondta egyszer, hogy azért eljön megnézni, hogy miért, és akkor megnézte az épületet, mondta, hogy fiam, ezért érdemes volt. De hát nyilván aggódott közben. Tehát, hogy ez a közösség része az egésznek azért érdemes elmondani, mert hogyha emberek összekapaszkodnak, és volt olyan, aki nem tudott pénzt adni, és aki pénzt tudott adni, az is imával támogatott bennünket. Szóval ebben az épületben sok ezer embernek a pénze, munkája, gyerekeknek is, gyerekmunka is van benne, büszkén mondjuk, sok gyerekmunka van benne, nagyon megbecsülték utána az épületet, amikor
egy-egy napot ott adogatták a tégönet, és így tovább. Tehát munkája, pénze és imája van benne, és az a, az egymásra gondolásnak a szándéka, ami bearanyozta az egészet. Amit csinálunk, először is a gyerekek óráinak a harmada művészeti óra, javarészt népművészeti óra. Eléggé ez úgy néz ki, hogy két néptáncóra, két zeneóra, minden gyerek zenél nálunk. Mondjuk úgy, hogy kötelezően, de ezt ők nem így fogják fel, hanem nagy örömmel csinálják, de minden gyerek zenél nálunk. Nincs olyan gyerek, aki ne lenne tehetséges, hogy egy normál zeneiskolában felveszik a gyerekeket tehetség alapján, de minden gyerek tud muzsikálni valahogyan. Az a gyerek is, aki még testileg sem alkalmas erre egyébként különösebben, mert hogy bicepócán született, mert mondjuk örülünk, hogy megmentették a megszületése után. Nekik vásároltunk egy marimbát, és ott az egyik tanárunkkal úgy tudott muzsikálni, hogy a tanár játszott, ő egy-egy hangot tudott leütni, nagy nehezen, de az együtt muzsika volt és építette a lelkét. Nem is kevésre. Tehát nincs olyan gyerek, aki ne tudna muzsikálni. Ezt most már 11 néhány év után bizton mondhatom, mert hogy jó pár olyan gyerekkel találkoztam, akinek azt mondták, hogy hú, hát ne viccelj. De vicceltünk. És a végén kiderült, hogy volt, egészen jól tudott muzsikálni. Nem azért kell muzsikálni, hogy majd muzsikus legyen. Nem azért kell énekelni, majd mindjárt meglátjuk. Tehát két néptáncóra, két zeneóra, két zeneelmélet óra a szolfés, és nehezen mondom ki, mert mindenkinek van rossz tapasztalata a szolfézsal, aki már zenét tanult valamikor, de másként csináljuk. Egyrészt négy zen alapú a szolfés, másrészt pedig lehet ezt nagyon barátságosan is csinálni, nem pedig kemény módon. Hát nagyszerű szolfés tanáraink vannak, hál' Isten. Aztán van egy kézműves óra, két énekóra, két rajzóra, így ennyi. És akkor még van a gyerekeknek kamaraórájuk a zeneórák mellett. Nem csak az volt, hogy kétszer 30 percben muzsikálnak, nem, együtt is muzsikálnak, és ezt a muzsikát viszik a táncházakra. Tehát amikor táncház van nálunk, akkor a gyerekeink muzsikálnak a tanáraikkal, de néha egyedül is, múltkor néhány 5-es és 8-as gyerekünk egy egész táncházat lemuzsikált úgy, hogy ilyen bakonyi dalokat, hát én csak csodáltal néztem őket, hogy igazodtak a táncosokhoz olyan rutinnal, ami egészen elképesztő volt. Tehát ez egy eléggé fontos alapozás. Össze a gyerekek óráinak a harmada művészeti óra. Azt gondolom, hogy egész embert csak művészettel lehet nevelni, ha népművészettel nevelünk, akkor pedig mély identitást is adunk nekik. Tehát ez azt hiszem, hogy világbajnok keverék így együtt. Az általános iskolát és a művészeti iskolát teljesen összefontuk. Ez nem csak azt jelenti, hogy egy szervezetben működik, hanem azt is jelenti, hogy az órarendet is összefontunk. Tehát adott esetben reggel 9-kor, de akár 8-kor is a gyerekek nem matematika órával kezdenek, hanem mondjuk tánccal vagy zenével. És mozaik-szerűen van kialakítva az órarendjük, ami azt jelenti, hogy olyan változatos programjaik vannak, hogy egyszerűen képtelenség megunniuk. És persze nagyon fáradtak délután 3:30-ra, de nem akarnak elmenni az iskolából. Tegnap a takarítónak így bocsátott el este, hogy ő ezt nem érti, ő sok iskolában takarított már, de innen nem akarnak hazamenni a gyerekek. És ugye ez azért van, mert ott közösségre találnak, kifáradnak, de élményszerűen tanítjuk őket egész nap, és ott még délután még a többiekkel is élményeket találnak. Hálózatos tanítás, ez azt jelenti, hogy próbáljuk a tantárgyakat egymásba fonni. Ezt végezzük, ezt a munkát, nem értünk a végére. Ugye aki tanít történelmet, magyart, de mondhatnánk a természettudományokat is, az pontosan tudja, hogy a gyerekek nem tudják összekapcsolni a különböző korokat. Tehát történelemből már tanulták mondjuk 1848-at, de mondjuk a talpra magyart azt nem tudják elhelyezni ebben a viszonyrendszerben. Ha nem hálózatosan tanítjuk, ha igen, akkor el tudják helyezni. És persze a hálózatos tanításhoz hozzátartozik az is, hogy téma heteket csináljunk, és akkor változatos módon dolgozzunk fel valamit. Például a János Vitézt, ugye fel lehet
sokféleképpen fel lehet dolgozni, de fel lehet úgy is dolgozni, hogy a huszárságból tanulunk történelemből, hogy a János Vitézt mellé tesszük magyarból, hogy egyébként a rajzon ugyanez van, hogy az énekórákon természetesen ugyanez jön vissza, és a gyerekeink ugyanezeket tanulják a zeneórákon, azaz az egész egy egységes tudássá áll össze a huszárságról, de mondhatnám a toldikort, mondhatnám a honfoglaláskort, és sok minden más ilyen kis tematikus egységet is. Ugyanez van a természettudományoknál. Arra döbbentünk rá, hogy bizonyos dolgokat a természettudományoknál ismétlődően tanulnak a gyerekek, de nem tudják összekötni őket. Ezért most azt csináljuk, hogy közös terepgyakorlatokon vannak a gyerekek, és utána azt a különböző órákon dolgozzák fel különböző módon, de ugyanazt a tapasztalatot. Eleve azt gondoljuk, hogy a Pécsi Rita, nem tudom, volt már itt a Rita, ugye? Valamikor. Tehát ugye Ritának van egy ragyogó pedagógiai koncepciója, organikus pedagógiának nevezi. Ez ugyanolyan organikus, mint amiről mi beszélünk. Én a szerves magyar műveltségről beszélek, hogy ezt hogy lehet átvinni a közoktatáson keresztül a gyermekekhez. Élmény, tapasztalat és azonosulás. Tehát élményszerű tanítás, amiben tapasztalatot szereznek, és személyiség és ügy, amivel azonosulni tudnak, és eszmények, amivel azonosulni tudnak. Ha ezt megtettük a gyerekekkel, akkor tudunk erős személyiségeket nevelni. Felmerült itt már kérdésként előtte, hogy burokban neveljük-e a gyerekeket. Hát igen, burokban neveljük. De hát a burok azért van, hát hogy megvédje őket. Azért van, hogy ott megerősedjenek. És nem arról van szó, hogy amikor elmennek tőlünk 8-ig, hogy összeomlanak a világlátán, a csodát, formálják maguk körül. Azok a gyerekek, akik tőlünk úgy mennek el, hogy hát közösségükben, hát ilyen kis szerény volt és meghúzódott hátul, azok máshol kivirágoznak és közösséget formálnak maguk körül ilyen értékek mentén. Volt olyan kisfiunk, aki az új helyén egy szakmunkás képzőben, vagy a szakközépiskolában baranta csapatot csinált, mert annyi erőt kapott már ahhoz, hogy nem tudnak enélkül élni. Közösséget kell formálni. Szóval a néphagyomány áthatja a mindennapokat, de ezt fontos még elmondanunk, hogy nem arról van szó, hogy táncolunk, mert színpadon táncolni kell. Nem táncolunk színpadon, nagyon-nagyon ritkán táncolunk színpadon. Azért táncolunk, mert táncolni jó, és mert azt használjuk a mindennapokban. Nem azért muzsikálnak a gyerekeink, hogy felálljanak egy színpadát, van olyan, mert itt a Magyar Kultúra Napja, meg vannak ilyen előadások, de nem ezért csinálják. Azért csinálják, hogy a tánc alá muzsikáljanak a táncházakban. És így tovább mindennel. Tehát az, hogy áthatja a mindennapokat, az azt jelenti, hogy a gyerekeink mondjuk bemennek, az zenész gyerekeink bemennek a táncórákra, és már ott segítenek és muzsikálnak. És nehogy azt higgyék, hogy emiatt rosszabbak matekból. A mostani 8. osztályon itt muzsikáltak ezek a gyerekek. Nem hiszem, hogy többet tanulnának, mint más gyerekek. Szerintem kevesebbet tanulnak, de abban motiváltabbak, és most 65,7 pontos felvételit írtak átlagban. A magyar átlag 52. 52,5, azt hiszem, az idei. Ez minden évben kicsit más szokott lenni. Tehát most 4 olyan gyerekünk van, amely 9 pont fölött írt, és nem matekoztunk velük többet. És nem így válogatunk, amikor bejönnek. Nem azt szerint válogatunk, hogy a 6 éves gyereket jól megnézzük, hogy működnek a kerekei. Együttműködés alapján válogatunk, hogy tudunk egymással kezdeni valamit. Tehát, hogy milyen az értékrendje annak a családnak, és a gyermekét valóban ebben a nevelésben szeretnél részesíteni, mert ha igen, akkor sokra tudunk menni ketten együtt a családdal. És hát akkor itt a népmese, népdal, népzene, néptánc, népjáték, népi kézművesség, népszokások, szabjavívás. Ugye itt van a két vitéz úr. Hát azt hiszem, hogy be is mutatnálak benneteket, és akkor egy vívást, hogyha bemutatnátok, Zsolnai Gábor, néhány évvel ezelőtt egymásra találtunk Gáborral.
elkezdtük a szabjavilágra a húzaszemben úgy, hogy azt mondta, hogy hát jó, ha 15 gyerek van, akkor azért mehet, most 50 gyerek van a szabjavív, vagy talán már több, minden alsós gyerekünk szabjavív természetesen. Nem az az érdekes benne, hogy nem csak az pontosabban. Tehát ugye egyrészt megőrzik az őseik emlékét, amikor a bajbió indulóit éneklik a gyerekeink, amit sajnos itt most nem hoztam el, akkor arról beszélnek, hogy hozzájuk akarnak hasonlatosan válni. Hogy közben egymáshoz igazodnak, és közben automatikusan valahogy vezetővé válnak, az is egy nagyszerű folyamat, de az igazán izgalmas az, hogy ez gyógypedagógia. Ezeket a mozdulatsorokat a gyógypedagógiában is megy, különösen, amikor majd két szabjával, vagy ha megmutatnátok, majd ezt is vívtok. Pontosan azt csinálják, amit a gyógypedagógiában kell csinálni, csak ott vezényszóra és torna gyakorlatként. Itt meg, hát élvezik. Azért, amikor várat vívtok, mondjuk a Nógrádi várat, vagy az Egri makettet, akkor ott 50 búzaszemes gyerek rohamoz a szabjákkal, zászlók alatt. És hát nagyszerű férfiak lesznek belőlük. Egy pár percet. Pár mozdulatot. Köszönöm szépen. Bocsánat, Gyornai Gábor és Lengvai József. Lengvai József Csólyosváros, és ha jól sejtem, akkor már van valamilyen tervetek közösen. Ja, jó. Zsornai Gábor pedig Veresegyházon lakik, és vele meg továbbra is gödön van a tervünk. Pár mozdulatot bemutatnánk. Röviden annyit a szabjáról, hogy nagyon magyar fegyver, mert a világ egyik első régészeti leletét azt a Kaukázusban találják, a jászoknál és a Kárpát-medencei avaroknál, amelyek ők ugye mi pedig való az őseik vagyunk egyébként, ahogy az őseik az avarok. Ők találják fel a szabját. Ugye végkísér a honforolást, a középkor, a végvári korszakban nagyon nagy reneszánsza van, és hát Rákóczi szökött brigadérosaival pedig ugye 32 országban terjed el a szabjavívás, a lovastudomány és a magyar egyenruhák egyébként. Még arról is van fényképünk, hogy nem léteztek japán huszárok ezt okoz, de van három olyan japán katona tiszta világháborúban, hogy magyar huszárruhát készítettek magukkal, és így fotózkodnak egyébként, nagyon tisztelték a magyar huszárokat. Pár alapmozdulatot mutatnánk be Józsival, egyszerű alapvágások, mondjuk fejvágás, nyak, láb és lábok. Ezeket tanulják a gyerekek, ezekből a vágásokból 16 van nekünk. Ha megnézzük a 28-asokat, mindig lábbal kezdjük, és ott van a sisakvágás. Még egyszer, lába, feje, lába, feje. Akkor nézzük a belső 28-as, ez ugyanúgy egy 8-ast rajzolunk egyébként a kezünkkel, csak belső oldalon. Jó, belerúgja. Ugye a szabjának a fokélét mire használjuk, ez egy ugye szintén ki van élezve. Honforuló magyar sírt találtak 10 évvel ezelőtt Nádendorban, az osztrák-német határon. Egy eke fordította ki. Egy 17 éves magyar fiatal ember volt, akinek voltak már begyógyult harci sérülései, csatában halt meg, és neki volt egy ilyen nagyon széles fokéles szabjája egyébként. Mire használjuk a fokélt? A fejvágás, és rögtön alá jön a fegyvertartó kéz alá. Még egy külső nyakvágás, és alá jön. Belső nyakvágás, és alá jön. Ilyen nagyon-nagyon gyors fegyver, egyébként, tehát a filmekben szokták órát csépelni egymást a hollywoodi színészek, csak azért nem fáradnak el, azok a fegyverek nyugyantából vannak. Nézzük meg, hogy mire használom a fegyvernek az ívét, vízszintes vágás, kivéri és megvan a szúrás. Ugye, hogy a Szilárd mondta a csatajátékok alkalmával, akit eltalálnak, ki kell állni a játékból. Tehát ez nem olyan, mint egy PlayStation, hogy több életed van. Úgyhogy mindenki meggondolja, hogy áll bele egy csatával, legfőképp a kapitányok, mert akkor indítunk egy új szakkört iskolákba. Az első hónapban ma minden gyerek kapitány akar lenni, mert ő választja a csapatot, ő van. Ugye ő dirigál és adja a parancsokat. Aztán rájönnek, hogy hát a kapitány az nem harcol, az irányítja a csapatát gyakorlatilag, és hát ráadásul, hogyha veszít a csapat, rajta verik a port. Úgyhogy egy fél év után egyre kevesebb gyerek akar kapitány lenni. Még az átlendítésekből pár mozdulat kivéli, és meg is van. Egy tenyeresnél
jön, és ott van a szúrás. Most pedig a bemutatnánk pár darab kétszabjás technikát, mert azok a gyerekek, akik felsősek vagy most már felnőttek, hiszen van egy 20 személy gyerekünk, aki 19 éves, most Kovácsnak tanult, vagy a Kovácsnak, őket képezzük különböző fegyverekre, Józsi, majd hozd már ide a pajzsokat, meg a zsákot, mert minden gyerek oda specializálódik, aminek jobban fekszik, mint fegyvertípus. Valaki egy szabját fog használni, valaki két szabját fog használni, látjuk a 28-asokat akcióban. Itt lehet a két külsőt használni, a két belsőt, és ezeket a mozdulatokat tudják, hogy a váltott 8-asokat például, vagy a keresztezős vágásokat. És az, aki megtanulja ezt a 6 darab kétkezes technikát, azután a csatában használhatja a fegyver. Vagy nagyon sok ilyen fegyverfejlesztésben vagyunk, jelenleg 50 darab ilyen gyönyörű kézzelfestett pajzsunk van, mindegyik különbözően van megfestve, és a gyerekek ezeket is tudják használni egyébként a csaták alkalmával. És hát itt különböző fegyverek, láthatóan például egy kétkezes kard, ez egy bástyapallós egyébként, tehát ezt nagyobb fiúk szokták, kisgyerekek el szokták tőlük kunyerálni, de hát némelyik kicsi furcsánál vele. Egy másfélkezes szabját látunk, valójában ez is jellemző volt egyébként a végvári korszak, hogy a bástyapallósnak is hívták szintén egyébként, meg egy szabja. És akkor láthatunk egy fokos bárdot, nem baltát, mert ez kétkezes fegyver. Ezt is csak olyan gyerekeknek adunk, akik erre külön képzést kaptak, mert hiába szivacsból van, azért meg kell fogni egyébként ezeket a mozdulatokat, mert nagy a lendülete. Köszönöm. És akkor bemutatnánk egy szabad vívást Józsival. A lényeg az, hogy amikor párbajvívás van, akkor van rajtunk sisak. A csatában mondjuk egy 8 órás várjátéknál nincsen a gyerekek egy sisak, akkor nem támadunk fejre. Szúrni, vágni le, ütni nem szoktunk, mert azért még akkor is a szivacs azért tud fájni. És hát általában a párbajnál, akit eltalálnak, bemutatja és meg tovább a játék, a bíró pedig pontozza. Amikor a gyerekek eddig eljutnak, akkor pontosan tudjuk, hogy egy-két csecsemőkori reflexük már meg van oldva. Csecsemőkori reflexekből van 92, ami mai mozgáshiányos időszakban sajnos a gyerekek nagy részénél nincs, nem épült le. Mi most felmértük az elsőseinket, most a jövendő elsőseinket mérjük majd fel. 21 kis elsősünket mértük fel novemberben, 21-nek nincs leépül a csecsemőkori reflexe. Kicsit más közeg azért. Tehát az agglomeráció gyerekek talán még kevesebbet mozognak, mint itt, bár amikor az egyetemen voltak szakdolgozóim, akkor kértem tőlük, hogy mérjék fel a kommunikáció szakon, hogy mérjék fel a lakóhelyükön a gyerekeknek a net használati, meg média használati szokásait, és az derült ki, hogy a vidéki gyerekek többet használják, mint a városiak. A városban valószínűleg több programban is valahogy emiatt. Ez nagyon meglepett egyébként.
az is kiderült belőle, iskolát is kértem, hogy mérjék fel, hogy az állami, akkor még önkormányzati iskolákban többet használták a gyerekek a netet, meg a digitális világot, mint az alapítványi, illetve az egyházi iskolákban. Nagyjából úgy volt, hogy alapítványi, egyházi és akkor az önkormányzati, most állami iskolák. Szóval, tehát, hogy nem biztos, hogy minden esetre, amikor a gyerekeknek ilyeneket teszünk be az életükbe, akkor azért elég szépen gondoskodtunk arról, hogy mondjam, hát normálisabb életet éljenek. És a csecsemőkori reflexről annyit, hogy tehát 21 gyereknél nem volt leépülve. És most ezt tapasztaljuk rendszeresen, hogy egyre rosszabb testi állapotban érkeznek a gyerekek hozzám sajnos. Tehát sok gyerek nem tud fél lábon szögdelni, másik lábon naplánt váltogatva, páros lábbal, nem tudja felemelni a kezét a feje fölé, mind csecsemőkori reflex leépítetlenség, nem mozognak eleget. Van egy szakemberünk erre, ezért is érdemes egyébként, mert ugye ha egy iskola nem áll be mögé, akkor azért a szülő elég nehezen tudja ezt a dolgot megoldani egyedül. Mi most itt felvegyük a gyerekeket, hát utána a szülő dolga persze, hogy utána a gyerekeket vigyen még tornázni, meg egyébek, mert mindegyik csecsemőkori reflex, de egy speciális torna van, de ezzel érdemes örülni az iskolát. Az évkör ünnepei a cölöpök, mindjárt végigfutok ezen az évkör ünnepei, ott már csak tényleg végigfutunk, és a nevelés része a természet. Hát, ugye itt könnyű. Budapesten meg az agglomerációban nem könnyű. Nekünk egy kis iskolakertünk van, nem túl nagy, de már az is bearanyozta az életünket, és ahogy lett iskolakert, a következő pillanatban lett egy iskolapatika körünk, úgyhogy a gyerekeink most krémeket, kenőcsöket, párlatokat készítenek az iskolakertben megtermelt gyógynövényekből. Tehát ilyen kis javasasszonyokat bocsátom majd ki 8-ban. Tehát, hogy nagy tartalékok vannak ebben, de hát itt könnyebb, mert nagy területek vannak, hál' Istennek, amiben azért lehet valamit kezdeni. Múltkor ott puszta a szer környékén, ahogy barangoltunk, bele is szerettem újra a tanyavilágba. Ja, és visszahatás a családokra. Tehát ez nagyon lényeges, hogy úgy, ha közösségben működünk, akkor a gyerekeink nevelése az biztos, hogy a családokra is hatni fog. És a családokból is van most egy felnőtt néptánc körünk, most már több is, kezdő, haladó és középhaladó. Van énekes csapat, Navrati Randi jön hozzánk rendszeresen énekelni, ott főként édesanyák vannak a dúdolóban, de hát van egy gömbölő is, ott főként édesapák vannak, és a Farkas Marci barátunk pedig a papákat hozza oda, mert ugyanis az apák nélkül nem megyünk semmire. Az eléggé fontos. Tehát, hogy a mamák hiába akarják, hogy egy fiúgyermek az majd valamit csináljon, a papát fogja végső soron követni, tehát hogyha az apák énekelnek, akkor a fiúgyerekek is fognak. Csak nagyon gyorsan az ünnepekről. Ezek ugye összefogják a közösséget. Azt mondják ugye tudósaink, hogy az ünnep az mindig a közösségé. Nem is lehet másképp ünnepelni, csak közösségben. Itt láthatunk egy pünkösdi királyválasztást. Ez vérre menő küzdelem. A pünkösdi királynak sok dolgot meg kell csinálni, tehát nem csak az van, hogy egy ügyességi játékot megnyer, hanem szabjavívás, íjászat, néptánc, de van benne hittan, tehát, és van benne ilyen magyar kulturális teszt is, birkózás egyébként, tehát sok mindent kell csinálnia. Aki a Búzaszentben pünkösdi király lesz, az tényleg rátermett gyerek. És pajzsra emeljük, van egy csomó kötelessége. Például gondoskodnia kell arról, hogy a fiúk megtáncoltassák a táncházakban a lányokat. Ez kemény dolog. De most már felnőtt pünkösdi királyt is választunk. Annak az apukának arról kell gondoskodni, hogy a férjek megtáncoltassák a feleségeiket a táncházakban. Ez is elég kemény dolognak bizonyult egyébként, de jól haladunk bele. Alul pedig a lányok pünkösdi ünnepét láthatjuk, egy pünkösdi királyné járás és egy fabetonás. Hát mindegyikről órákat lehetne beszélni, mert ez ilyen multimédiás, hogy ugye látjuk, a középen van egy fa, amit a kislányok piros és fehér szalagokkal befonnak énekszóra, hogy bújdosnak egymás mellett, így összefonják ilyen
kockásra tulajdonképpen ezt a fát. És ugyanarról beszél az, mint az énekeink, meg mint a piros és fehér ruháink, a közösségről, és a közösségben a fontosságáról, a Szentlélek kiáradásáról, ha úgy tetszik, hogy hogy kapaszkodunk egymásba, arról szól minden. És a néphagyomány erre kiválóan alkalmas, hogy sokféleképpen fogalmazzon meg olyan dolgokat, amiket egyébként itt kellene felfognunk. De nem itt fogjuk fel, hanem itt, a lelkünkben. Még mindig az ünnepeink is közösségi ünnepek. Tehát itt például karácsony környékén betlehemezi voltak a gyerekeink valószínűleg, vagy itt még lehet, hogy csak kántálni, kotyolni. Úgy kezdjük, hogy az elsősök kántálni mennek, kotyolni, bölcsőcske, vesszőcske, aztán betlehemezés, aztán regölés, három királyjárás, tehát nagyjából mindent megtanulnak. Ezek dramatikus játékok többnyire, következésképpen ők játszanak. Tehát az nekik óriási játék. De a családokhoz mennek. Azért, amikor bemegy egy nappaliba egy ilyen kis csapat és áldást hoz, az tényleg áldás. Az nem kétséges. Amikor mentem egyszer-kétszer a gyerekekkel, azért nem volt olyan alkalom, hogy ne síróháziakat láttam volna, amikor a gyerekek megjelentek, és áldást hoztak a családra. András napi bál, ugye ott táncol az iskola. Ez is ilyen multimédiás, hogy egyszer csak 10:30-kor lekapcsolódik, ugye ez a test. De 10:30-kor lekapcsolódik a villany, és elhallgat a zene, és abban marad a tánc. Általában moldvait szoktunk a végén táncolni, mert azt persze sokan tudják, és sokan be tudnak állni. És amikor ennek vége, és megjelenik négy fehér ruhás kislány, halk énekszóval, és az adventi koszorúval, amin egy gyertya már ég, és bejön, akkor minden gyerek egy életre megtanulta, hogy mi a szent és a profán között a különbség. Nem kell neki nagyon magyarázni utána. Nagyon szeretjük ezt a pillanatot, és hát most ugye az elmúlt két évben ez nem volt lehetőségünk rá. Rettenetesen hiányzik, de most megfogadtuk, hogy tekintet nélkül, tehát mindenképpen meg fogjuk csinálni, ha katakombában kell csinálni, akkor is. Csak gyorsan végigfutok ezen. Adventi éneklés. Minden adventi reggelen úgy kezdődik, hogy jönnek a gyerekek az iskolába, és egy tanító, hát itt ugye Zsuska néni ott látszik, a gyerekek egy picit nagyobb. Zsuska néni leül oda, és elkezd énekelni. Egy imával kezdünk, egy régi moldvai imával kezdünk, és utána a magyar népdalkincs adventi énekeit énekeljük, és közben megtelik szépen lassan. Leül mellé egy gyerek, két gyerek, elé egy gyerek, két gyerek, három gyerek. A végén ott vagyunk 250-en, a szülők onnan mennek dolgozni, ügyvéd papa, öltöny, táska leül, és feltöltően megy a munkájára. És szépen most már a gyerekeink vezetik imával, meg mindennel együtt. Az van, hogy odaülnek mindig, ugye minden nap más tanító vezetés, akkor az osztály az mindig segíti a tanítót, és megtanulják. Úgyhogy képesek levezetni, hát ez egy ilyen 50 ének, amit tudniuk kell, de tudják. Hát már 5.-6. körül is simán levezetik, de hát a 8-asokra bízzuk rá teljesen ennek a levezetését. Hogy ez hogy néz ki, ha el tudom indítani ezt, el tudom indítani. Mindjárt is bekapcsolom ezt. Érkeznek, leteszik, és leülnek a többiek közé. Thank you.
és akkor ez így megy. Így megy egészen karácsonyig. Ott van egy Jézus várásos ünnepünk, hát arról nem hoztam képet. Egy nagyon érdekes, egy spirálban megyünk be a gyertyáig, és akkor visszafelé már mi fényesítjük ki visszafelé az utunkat. Nagyon szépen beszél arról, hogy hogy tudunk egymásba kapcsolódni az Úristennel és egymással. Ez még mindig karácsony előtt, hát látni, ugye áldást hoznak, ott a háziak állnak középen. És a gyerekek éppen a deszőcskékkel az áldást hintik rájuk. Ez pedig a bölcsőcske itt a másik kis csapatagos, mert ezt lehalkítom, hogy kikapcsolom. Ja, hát nem kapcsolom ki. Mert hogy ilyen az, amikor például nálunk voltak, az egészet nem vettem fel, csak azt, amikor búcsúznak tőlünk. Tehát egyszer csak arra röbbenünk rá, hogy 20 éves gyerekek jönnek hozzánk, egykori tanítványaink, és viszik tovább ezeket a dolgokat, és persze az is érdekes benne, hogy megtartják ezt a szép szokást. De hát közösséget formálunk, ugye ma, amikor az emberek otthon ülnek a gép mellett, ezek a gyerekek nem. Van olyan, ja, hát ez nagyon fontos, mi a Búzaszemből kidobtuk az okostelefonokat és a digitális világot. Kidobtuk. Ezen eleinte volt vita. A viták olyan 4 éve megszűntek. Azért szűntek meg, mert egyre világosabban látja mindenki, hogy milyen károkat okoz mindez. És a legtöbb iskolában ezt nem merik megtenni, mert hát a közösség az valahogy erre nyomja. És inkább beviszik. És inkább beviszik az oktatásba. Ami szerintem általános iskolában egy csőd. Tehát azt nem szabad csinálni. Rengeteg felmérés van rá, egyre több. Minél jobban haladunk előre az időben, annál jobban látjuk a hátrányait. Ma már a Magyar Gyermekpszichiátriai Társaság konferenciáján is erről beszélnek, hogy a 12 hónapos gyerekek digitális világ használati problémái mit jelentenek. Én nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni, hogy mit jelent, hogyha a gyereket a digitális világhoz hozzáengedjük ennyi idősen, nem alakul ki az idegrendszere. Akinek nem alakul ki az idegrendszere, azt utána nem lehet rendesen nevelni. A szülők szekérderéknyi pénzt fognak költeni a fejlesztésére, és nem lehet megcsinálni tökéletesen. Tehát ki kell venni. Hogy lehet kivenni? Akkor, ha egy közösség egyetért benne. Ugye mi úgy vagyunk most már a Búzaszemben, hogy az elsőben bejövő osztályok, most már 4 éve, mindig közösen egymás előtt a szülők fogadalmat tesznek rá, és ezt írásban megerősítik, hogy 8. osztályig, ez azt jelenti, hogy 7. év végéig, a digitális világot a lehető legjobban kidobják a gyerekeik életéből. A lehető legjobban, teljesen nem lehet. De nem vesznek nekik okostelefont, otthon nem lesz külön laptopjuk, és önálló idő, játszási és egyéb időt nem engednek nekik. Hogy ez miért fontos? Hát azért, mert már fél óra, nem kell sok, már fél óra kiskorban, már fél óra digitális világhasználat, ez a 2-3-4 éves kort jelenti, érzékelhető problémákat okoz a beszédfejlődésben. Tehát egy dolga, a Búzaszem úgy nevezi magát, hogy fertőzésmentes iskola. A koronavírus nem úsztuk meg, teljesen a digitális világot sem, de a digitális világra értjük a fertőzésmentességet. Szerintem ez nagyon fontos. Nem feltétlen része a Búzaszem nevelésének. Tehát nem kell, hogy most így csinálják. De szerintem a mindennapok és a tapasztalat ezt ki fogja kényszeríteni. És ha egy kis közösség van, amelyik ebben megegyezik, utána a gyümölcseit fogja szüretelni. Van olyan papa, aki vízilabdaedző, nálunk van a kislánya, úgy hozta hozzánk,
hogy azt vette észre, hogy a vízilabda edzéseken vannak olyan gyerekek, akik megértik, amit mondanak nekik, ezt képesek dekódolni és ennek alapján cselekedni, képesek vezetni a többieket, képesek együttműködni, és amikor valahova mennek busszal, meccsre, akkor nem a telefonjukat piszkálják, hanem egymással beszélgetnek. És azt vette észre, hogy ezek a búzaszemből jövő gyerekek. És ide hozta hozzánk a kislányát, hogy na, pontosan ezt szeretnénk. Szerintem mindannyian ezt szeretnénk. Hogy a gyerekeink tudjanak kapcsolódni másokhoz, nem a világhálón keresztül, hanem személyesen. Hogy képesek legyenek együttműködni, hogy képesek legyenek együtt gondolkodni, hogy képesek legyenek a másik érzelmeit megérteni, a sajátjukat kifejezni, és ezáltal egyébként sokkal intellektuálisan is sokkal jobbak lenni. Semmi, de semmi szüksége nincs egy ekkora gyereknek a digitális világra. A nyolcadik az más. Nyolcadikban mi ösztönözzük őket. Át is akarjuk csoportosítani majd az informatika órákat, hogy hetedik, nyolcadikban legyen a java, tehát nyolcadikban már három órát szeretnénk, és akkor mindent, mert a középiskolára fel kell készülni. És ott már lehet, hogy így kapják a házi feladatot, lehet, hogy így kommunikálnak a többiekkel, nem szeretnénk, hogy ők legyenek a kislükék. De azt igenis, hogy szeretnénk, hogy úgy legyenek nem kislükék, hogy egyébként sokkal többek, mint a többiek, akiknek az idegrendszerét különböző károsodások érték a digitális világ miatt. Farsang, mindenki beöltözik, hátul talán lehet látni egy kis búvárt, az én vagyok. A B-katalban nagyon rossz volt táncolni, de valahogy azt is megoldottam. A szülők is beöltöznek. Ha a szülők nem öltöznek be, akkor ez gyerekszórakozás. És a gyerekek alig várják, hogy felnőjenek és ne kelljen beöltözni. Ha mi beöltözünk, hát az baromi jó játék egyébként. A feleségem most tévémacinak öltözik, éppen otthon varja a jelmezét. Úgyhogy én még nem tudom pontosan, hogy mi lesz, de holnap után farsangunk van megint. De biztos, hogy ki kell találnom valamit, mert nem mehetek oda úgy, hogy voltam már futótűz, meg minden. Szóval be kell öltözni, és itt két szülő vívja egyébként a konszibere párharcot. Hát ez is. Erről külön egy napot lehetne beszélni, hogy egy farsangot hogy lehet jól összeállítani tanítóként, tanárként. De most csak megemlítem, hogy fontos, hogy legyen, és ugye ilyenkor mi van a farsangnak is, van szellemi tartalma. Ezt még azért szeretném elmondani, hogy a szellemi tartalom az, hogy a bűneinket elúsztatjuk, elégetjük, elúsztatjuk, ráolvassuk valamire és elküldjük. Azaz a farsang is tulajdonképpen egy lelki önvizsgálat. Mi van bennem? Egész héten készülünk rá, szépen felépítjük. Mi van benne, milyen rosszaságok vannak, azokat most elúsztatjuk majd a Dunán. Egyébként felgyújtott kiszabágóval. Szóval, hogy ebből is lehet jó lelki tartalmat csinálni, mert egy gyarapod gergeljárás. Itt ugye az elsőseink, akik most egyébként 8. osztályosok, és most mennek el majd sajnos az iskolából. Az egykori elsőseink hívják a jövendő elsősöket az iskolába. Ugye Gergely járás a nép szokás szerint, van ennek egy remek dramatikája, szövege és egyébek, ezek megtanulják ezek a gyerekek, és hát ugye milyen egy kisfiúnak vagy egy kislánynak jönni az iskolába, ahol hívják a többiek. Tehát szeretnénk, hogy hozzánk tartoz. És utána ez szépen megy tovább a 8 évig. Pünkösdi királyválasztás, ezt már mondtam. Hát nem babra megy a játék, hogy látszik a gyerekeken, tehát azért ez komoly dolog. Mert azért a pünkösdi királynak nem csak kötelezettségei vannak a táncban, meg ilyenekben, de azért kap is valamit, például egy feleletnél azt mondhatja a tanárnak, de csak szóbelénél, tehát írásbelénél nem, egy feleletnél azt mondhatja a tanárnak, hogy én erre nem kívánok válaszolni, mert én a pünkösdi király vagyok. És akkor a tanár azt mondja neki, hogy jó napja, gratulálok a királyságodhoz, és akkor majd a következő alkalommal szólítanak meg, de akkor már biztosan. Volt egy rafinált pünkösdi királyunk, aki ugye amikor nem lehetett, most két éven keresztül nem lehetett tartani, és ő több évig volt pünkösdi király, és kérdezte, hogy hogy van ez így ennél a válaszolásnál, hogy lehet-e most ebben az évben is egyre nem válaszolni. Hát lehetett persze, mert ha ezt a kérdést már felteszi, akkor szerintem már megérett arra, hogy a nagypénteki tojásírás. Hát ugye egyrészt most már a gyerekeink tanítják a gyerekeket, tehát a középiskolás gyerekeink tanítják a kicsiket tojást írni.
ezeket már nem profik írták, hanem a gyerekeink írták ezeket a tojásokat. Lehet nyilván mást is, mi a gyimesi néniktől tanultuk meg ezt a tojásírást, és nagy örömmel csináljuk. Azért írtam ezt, hogy most péntek, mert egyébként tanítjuk ezt a gyerekeknek, a lányoknak az iskolában. De nagy pénteken van egy külön alkalmunk, amikor ezt imával csináljuk. Ugye a vétett úttal kezdjük nagy pénteken, és van egy ima rendje az egésznek, ez egy meditáció tulajdonképpen, és nagyon érdekes lelki épülés ez is. Pünkösdi királyné járás, erről már beszéltünk egy kicsit, mindig a legfiatalabb iskolás kislány a Pünkösdi királyné, ott éppen Csósza Hajnal, aki most 19 esztendős voltál, a legkisebb. Az ünnepek. Nincs színpadi ünnep. Ez egy október 23-a. Hát látszik, Sós Réka barátunknak a hátán ott van az akkori első gyermeke. Most lassan ki 4 gyerekes anya lesz egyébként. És látszik, ott vannak hátul a 8-asai, és ott vannak a pici kis valahol mellettük és mögöttük, és sandítanak ki, és ott vannak hátul a szülők. Tehát úgy próbáljuk megoldani a ünnepeinket, hogy nem színpadban és taps, hanem közös élmény van. És a végén nem tapsolunk, hanem örülünk egymásnak. Ez az október 23-át, március 15-ét így szoktuk megcsinálni. Persze ez sok munka, de a vége ennek is sok öröm. Mesterek. A gyerekeink egy része, ott Tankó Dezsivel kilátszik, fent a jobb oldali képen. Ő egy gyimesi pásztorember, a furulyásainkat felvittük hozzá az esztenára, hogy nézzék meg, hogy miből lett a furulya szó. Érdemes, elvisszük oda őket egy hétre, persze kimaradnak egy hétre az iskolából, ez igaz. Ellenben fent az esztenán, meg a környéken pásztorkodnak, sajtot készítenek, gyomot írtanak, fát vágnak, állatot terelnek, és este Dezső bácsival furuljáznak. És Dezső bácsi 70 éves, ők 10 évesek. Ilyen, hogy nemzedéki ellentét, generációs problémák nem léteznek innen kezdve. Az idős embertől tanul. Pál Pista bácsi 95 éves volt, amikor elment közülünk, a gyerekeink azóta is nosztalgiával emlékeznek rá, mert ő tanította őket, és mennek a sírjához dudálni. És úgy a születésnapján, most februárban lesz a születésnapja, február 23-án, megint mennek hozzá a sírjához. A látvány és a lélek, szóval, hogy talán arról szeretnék most beszélni, hogy mennyire érdemes kompromisszumokat kötni. Mert a 9. épülettervet fogadtuk el. Tehát 8 építésznek mondtuk azt, hogy köszönjük szépen, nem kell a terve. Azért nem kellett a terve, mert azt kértük tőle, hogy a mi nevelési gondolatainkat öntse épületbe. És mindenki intézményt csinált, meg ebből érezhetően, amiről itt beszélünk, nem intézményt szerettünk volna, hanem valami olyant, ami a családi otthonnak egy folytatása. Szerintem ez nagyon fontos, hogy valahogy próbáljuk megfogalmazni ezt a nevelési gondolatot majd az épületben. És hát ugye a berendezést is, itt még a dupla padjaink vannak, már nem ilyen padjaink vannak, hanem egyesek. Hát erről külön lehetne megint 2 órát, de most csak így megmutatom. Iskolakert, ezt a kaput egyik gyerekünk faragta. És hát mögött látszik az iskolakert, ugye az elrendezése, ezt mi fontuk ezt a sövényt a gyerekekkel, meg a tanárokkal. És hát itt nyilván sokkal többre van lehetőség, mint nálunk. Nagyon érdemes csinálni, és érdemes iskolapatikát is rögtön ráépíteni. Na most a természet. Tehát nagyon, a népművészetről mindjárt beszélek, majd gyorsan végigpörgetve egy pár szót, de a természetről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy valamikor természetes volt, hogy a természettel nevelték a paraszt gyerekeket. Hát nem is volt kérdés, hogy mivel lehetett volna nevelni, csak a természettel. Mert abban éltek. Meg hát persze az a család, amelyikben éltek. De hogy ma szerintem ez nagyon hiányzik a gyerekeknek az életéből. Itt Tompa Botond barátunk látható, amint éppen a girisztát vizsgál. Azt hiszem a giriszta nem élte túl a vizsgálatot, de mindenesetre Botond, hát egy délelőtt el volt valahogy ezzel a girisztával, megfigyelte alaposan.
és biztos közben egy csomó tapasztalatot szerzett. A természet az arra tanít meg bennünket, hogy hogy legyünk türelmesek, aki már próbált mondjuk hajszárítóval almát érlelni, és ezzel sietetni a természet folyamatait, az azt nem tudja, hogy miről beszélek, aki meg nem próbálta így, az meg biztosan tudja, mert nem csak meg sem próbálta. Szóval türelemre, együttműködésre nevel. Egy Gerhard Hütter nevű gyermekneurológus úgy fogalmazta ezt meg, hogy a természet kihívásai úgy illenek a nevelés kihívásai, az mint kulcs az árhoz. És hozzáteszem azt, hogy ez azt is kell, hogy jelentse, mi ezt nem tudjuk ödön megcsinálni, de az egyik szülő azzal szólított meg egy pár évvel ezelőtt, hogy szervezzük meg nyárra a gyerekeknek a semmit. Tehát ne az legyen, hogy elvisszük táborba, és ott 9-kor elkezdődik a program, hanem legyen egy nagy terület, ahol csak elengedjük őket. Fű van, patak van, fa van, virág van, lehullott levél. Ja, hogy lehullott levél? Hát az hol lovas, hol erő, hol valami állat. Tehát, hogy a fantáziát nagyon meg tudja mozgatni. Tehát érdemes őket elengedni így a természetben. Mi így fogalmaztuk meg a nevelésünk célját. Nem az volt a célunk, hogy intellektuálisan nagyon magas szinten álló gyerekeket neveljünk, hanem hogy kovászokat neveljünk. Ugye a kovász az, ami a lisztszemcséket egybeköti, és kenyeret lehet csinálni belőle, és növeszti. Egybeköti és növeszt. Hát ilyen gyerekeket szeretnénk, hogy úgy látjuk, hogy sikerült. Mi azt gondoljuk, hogy egészséges gyerekeket szeretnénk. Ez testi, lelki és szellemi egészséget jelent. Ez az egészség, amit szeretnénk. Olyan személyiségfejlesztést, ami az érzelmi intelligenciájukat fejleszti. Az értelmi intelligenciát azt nem tartjuk másodlagosnak természetesen, csak jön abból, amit csinálunk. Tehát nem kell külön matekozni azért, hogy jobb legyen matekból. A zene, a szolfés, a művészet olyan kapcsolatokat indít el az agyában, amitől törvényszerűen jobb lesz matekból, hogyha nem matekozott olyan sokat, akkor is. De persze matekozunk kellünk azért, mert fontos, hogy a talentumokat kibontsuk. Amikor arról beszélünk, hogy a 21. század problémáira választa be a búzaszem, akkor én azt gondolom, hogy azt nem állítom, hogy az egyetlen érvényes választ adja, de hogy az egyik legérvényesebb választ, az biztos. Mert én azt gondolom, hogy az életünk problémája az, hogy a közösségeink felbomlottak, hogy az identitásunk javarészt nem tisztázott, tehát nekünk közösséget kell szervezni, és az identitásunkat újra rendbe kell tenni. És erre, nem mondom el ezeket újra, mert nyilván közben olvassák, és erre ad választ az, amit csinálunk a gyerekekkel. Együttműködési készségük egészen magas szintű, az érzelmi intelligenciájuk egészen magas szintű. Reggel úgy kezdünk velük, hogy negyed óráig beszélgetünk, van egy ilyen megérkező kör. Leteszik az otthonit, felveszik az iskolait, elmondják a gondjukat, bajukat, örömüket, és utána közösen fohászkodunk együtt azért, akinek valami problémája van, vagy örülünk együtt, hogyha valakinek öröme van. Ezek a gyerekek ezt megcsinálják minden héten 5-ször, egy tanévben 200-szor, 8 év alatt 1600-szor, és ránéznek egy másikra, és tudják, hogy mi a baja, vagy mi az öröme. Tudják. Tehát képesek az arcról olvasni. És képesek utána empatikusan odalépni a másikhoz. Ez egy társadalom szervezési erő. Hát ilyen közösséget szeretnénk magunk köré. És ez a mi felelősségünk, hogy ezeket a gyerekeket ilyenné neveljük. Meg lehet csinálni, persze a családokkal együtt, ez igaz. És itt kapcsolódik be a Ritának, hát hogyha volt itt, akkor nem szeretnék nagyon sokat foglalkozni ezzel, de ugye érzelmi intelligencia fejlesztés. Ugye a Ritának van ez a remek mondata arról, hogy 6 kilométer érzelem. És ennyi értelem, és ezzel az értelemmel foglalkozunk sokat. A 6 kilométer érzelemmel meg nem foglalkozunk szinte semmit az iskolában. Ez tragikus. Miközben a döntéseinket a 6 kilométeren az érzelmi intelligenciánkban hozzuk.
Tehát fontos lenne, hogy ezzel foglalkozunk, mi ezzel foglalkozunk javarészt. Eszményeket adunk a gyerekeknek, bizalommal vagyunk irántuk. Lélekmozgással dolgozunk. A gyerekeink, amikor elmennek tőlünk, akkor és elmennek egy a hagyományos rendszer szerint működő állami iskolába, akkor megfogalmazódik bennük a vágy, hogy másképp szóljanak hozzájuk. Mert mi másképp szóltunk hozzájuk. Nem osztályfőnökük vagyunk. A Borival, a vezetőtársammal úgy szoktuk magunkat nevezni, hogy iskola szolgál. Ezt rendszeresen ezt írjuk egy konferenciákon. Horváth Szent iskola szolgál. És így is gondoljuk. A gyerekeinknek nem osztályfőnökei vagyunk, hanem osztályközösség vezetőik, és nem szülői értekezlet, hanem szülői est. Tehát nem értekezünk a szülőkkel, hanem közösen megbeszéljük a dolgokat. Amikor valami probléma van, akkor nem intőt adunk, hanem megnézzük, hogy mi a gyökere a bajnak. És akkor próbálunk, persze van olyan, hogy kikerülhetetlen, hogy intő is legyen belőle, de azért az első 15 lépés nem ez. És élmény, tapasztalat, azonosulás minden tantárgyban. Élmény, tapasztalat, azonosulás. Családban is csak így tudunk nevelni, és az a gyerek, akit szeretnek, az egyébként jó nevelt lesz. Na most az anyanyelvi kultúrán szerintünk nem csak az a nyelv, az az anyanyelvünk, amin beszélünk, hanem van táncos anyanyelvünk, ugye mozgásos anyanyelvünk, van kézműves anyanyelvünk, mitikus anyanyelvünk a népmeséinkben. Azzal gyönyörű példákat lehet hozni a tudatalatti istenhitre, férfi-női példákra. Gondoljanak bele, hogy a népmesékben, amikor elindul a legkisebb fiú, nem a legnagyobb, a legkisebb fiú. A legkisebb, a leggyengébb, a legszerencsétlenebb. De együtt működik. Rókával, sünnel, hallal, madárral, a természettel, a fával. És a végén legyőzi a sárkányt, azért, mert együttműködött. Milyen mintát adunk a gyerekeinknek, amikor ezt a mesét elmeséljük nekik? Ez tudatalatti természetvédelem vagy környezetvédelem, minden ott van a meséinkben, minden. Szakrális, ez ugye a magyar szakrális néphagyomány. A gyerekeknek, ahogy már mondtam itt az adventi, az András napi bálnál és a pünkösdnél is, hogy nagyon sokféleképpen mondja el a gyerekeknek, az ő szintjükön egyébként, tehát kicsit, hogy mondjam, nem teológiai szinten beszél, teológiai igazságokról. Vannak olyan mondókáink, amelyek pontosan beazonosíthatóan a Biblia, a teológia igazságait ismétlik meg mondókában a gyerekeknek. Múltkor a tanító folyóiratban jelent meg egy nagyszerű cikk erről, egy Várszegi Tibor nevű egyetemi tanár tollából. Van a mozgásos, és van a jelképi, ami mindezt, jelképi olyan mindezt összeköti. És akkor az zenéről csak nagyon gyorsan. Aki zenél, annak egyszerűen magasabb lesz az IQ-ja, mert a zenei tehetség, az IQ nem fejleszthető. A zenei tehetség az fejleszthető, a zenei képességet fejleszthető, és a zenei képességen keresztül az IQ is fejleszthető. Ez egy nagyon kemény tény. Amikor a gyerekei muzsikálnak, akkor nem csak egyszerűen zenélnek, hanem fejlesztik a személyiségüket. Aki zenél, az, hát erre kísérletek vannak. Most is, régen is, minden kísérlet ugyanazt hozza ki. Most is van Tatán a Kenderke iskolában, a Szegedi Egyetemmel, de 72-től ezt leírták kutatók tömkelegei. Először Kokas Klára 72-ben. Az a gyerek, aki naponta egy órát legalább művészettel foglalkozik, 3-4 esztendő alatt, azt hiszem ő 4 évet vizsgált 4 városban, 4 esztendő alatt 15-20%-kal jobban teljesít a zenével, művészettel nem foglalkozó kortársainál. 15-20%-kal mindenben. Mindenben. Nem arról van, hogy jobban zenél, persze, hogy jobban zenél. Vagy jobban táncol, persze, hogy jobban táncol. Nem. Matematikában, szövegértésben, szociális kapcsolatokban. És akkor az érzelmekről nem is beszéltünk. Még csak arról beszéltünk, hogy az intelligenciája mennyivel jobb. Ezek, nem mondom el azokat, amik ott le vannak írva, mert közben nyilván olvassák, de szóval agykutatók vizsgálják ugye a zenélő gyerekeknek az agyát, és azt találják, hogy egyszerűen az agy változási képességét növeli.
összehoz olyan területeket, amik előtte nem tartoztak egybe, nem volt kapcsolat közöttük. Az a gyerek, aki muzsikál és énekel, az ezzel a képességgel rendelkezik, vagyis kreatívabban fogja megoldani a matek feladatot. Miközben zenélt, és nem pedig otthon a matek lecke fölött zörnye. Hát ugye itt a művészetepelőnk színpadán látható egy másodikas kisfiunk, amint éppen a tanárával és egy nagyobb növendékkel muzsikálnak. Hogy ezek a zenék már mutattam egy kicsit, de akkor ezt megmutatnám még csak egy-két pillanat erejéig. Ez most egy teljesen friss felvétel. Kislányoknak most elsőben, másodikban, harmadikban ölbeli játékokat tanítunk, meg ölbeli énekeket tanítunk, abban a reményben, hogy megjegyzik, és amikor anyák lesznek, őket már nem kell tanítani arra külön, hogy hogy is vannak ezek az ölbeli játékok, mert tudni fogják. Tehát most neveljük a jövendő anyái ennyi idős korukban. Néptánc. Hát tulajdonképpen ugyanazt lehet elmondani rá, itt sok minden le van írva, olvassák meg nyilván. Ugyanazt lehet elmondani róla, mint amit a népzenéről elmondtunk. A koncentrációt, koordinációs képessége, hát hogy a szociális dolgokról ne is beszéljünk, egy férfinak meg egy nőnek kell kijönnie egymással. És ugye persze a magyar néptáncban a férfi a tengely, de hát ha nem figyel a nőre, akkor semmire nem megy bele. Úgyhogy, és a gyerekeink ezt olyan szépen csinálják, de majd mindjárt megmutatok néptánc órát. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy a néptánc órán koreográfiát tanítunk. Nem. Arról van szó, hogy a néptánc órán ügyesítjük őket, ritmusgyakorlatokat csinálunk velük, és persze van valamelyes tánctanulás is benne. De a ritmusgyakorlatok azok lényegesen fontosabbak. Ugye itt ilyenek vannak, hogy a szókincsnövelés, koncentrációs képesség, a egymás közötti kommunikáció, tehát mindent fejleszti a néptánc is. És itt egy néptánc órát szeretnék megmutatni. Ja, bocsánat, ezt meg kellene kapcsolnom, azt hiszem. Különböző mozgásokat csinálnak közben, miközben mennek, ez látható. Ja.
elég jól látható, hogy nem arról van szó, hogy koreográfia, és nem azért csinálták ezt, mert hogy én felvettem, hanem én felvettem, mert ezt csinálták. Tehát ugye gyógypedagógiáról beszélünk, szintiszta gyógypedagógia. Nem arról volt szó, hogy táncosokat nevelünk, arról van szó, hogy egészséges embereket nevelünk, akik képesek olyan mozgásokra, amit a legtöbb gyerek ma nem tud megcsinálni, de ugye a mozgások visszahatnak az értelmünkre. Ez nagyon fontos. Sőt, anélkül ugye az idegrendszer is nem tud kialakulni. Népi játék. Ugye menedzser képzésben használják a népi játékokat. Hogy a menedzsereket együttműködésre késztessék. A tekeredik a kígyó kezdetű népi játék például megmutatja, hogy a menedzserek mennyire önzők, mert ugyanban, hogyha valaki nem a többiekkel együtt mozog, a vége le fog szakadni, és többnyire a menedzser képzések elején leszakad. Mert önzők. A mi gyerekeinknél nem szakad le, mert nem önzők. Mert megtanulják a népi játék játszása közben, hogy kell a másikkal együttműködni, hogy működik a világ, hogy tudnak majd egy munkahelyen együtt dolgozni, hogy tudnak a társadalomba beilleszkedni. És persze megint elmondhatjuk újra az érzelmi intelligenciát, és sok minden más, amit az előzőnél már elmondtam. Sőt, a népi játéknál még bizonyos képességproblémákat is ki lehet szűrni, diszlexiát, egyebeket már óvodáskorban rá lehet jönni. És akkor most megint mutatnék valamit. Nem tudom, hogy ez kell-e, de azért bekapcsolom. Szinte néptánc óra. Elég gyakran szoktunk különböző játékokat játszani. Ez nem tudom, hogy népi játéke, mindenesetre jó példa arra, hogy a gyerekeket hogy lehet az együttműködésben tökéletesíteni, és hogy lehet a bizalmat építeni. Végén már a tanárok nélkül csinálták, tehát meg kell bízniuk egymásban, hogy a másik meg fogja tartani, és nem fognak hülyéskedni egymással. Hihetetlen gyönyörű pillanatok ezek. Népi kézművesség, ugye természetes anyagokkal foglalkozunk, terápia. Ugye szintén a gyógypedagógiára, hogyha erre gondolunk, akkor ez egy ősi terápiás módszer, használják is, de hogy ugye nem csak terápiára lehet használni, hanem a személyiség tökéletesítésére, és mondjuk úgy, hogy megelőzésre is. Egyszerűen biztonságérzetet ad. Mi használjuk a Platti Pistinek és a Molnár V. Jóska bácsinek a terápiás rajzát is. Egyszerűen a magyar jelképekkel, főként a kazettás mennyezetű templomoknak a kazetta mennyezeteivel dolgozunk, és azok segítségével rajzoltatunk ki a gyerekekkel gondokat. Hát cifra dolgokat rajzolnak ki, tehát a családokról nagyon sok mindent meg lehet itt tudni, de persze ez bennünk marad. Viszont ha a gyerek kirajzolta magából és megfogalmazta legalább rajzosan, akkor mehet a néptalokra, mert azok is felérnek egy lelki gyakorlattal. Népmese. Csak átpörgetem ezt is. Az a gyerek, akinek mesélnek, az 6 éves korára másfél évvel előzi meg fejlettségben, szövegértési képességekben és egyebekben azt a társát, akinek nem meséltek. 6 éves korára. Képzeljék el azt a versenyelőnyt, hogy egy gyerek bekerül, mondjuk, ha így nézzük, akkor 4,5 évesen egy iskolába, vagy 6 évesen kerül be valóban. Óriási előny. Már az előbb beszéltem egy kicsit a népmeséről, most csak annyit szeretnék mondani, hogy a népmesék hősökről szólnak, és a mondáink is hősökről szólnak. Hősök leszünk, hogyha hősökről mesélnek nekünk. A gyerekeinknek október 23-án próbáltam elmondani, hogy mi történt 56-ban. Hát törtem a fejemet rajta, hogy mit csinálja, mert az elsősöknek is meg kellett volna érteniük. És a végén azt választottam, hogy elmondtam nekik egy mesét a legkisebb királyfiról, legkisebb szegény legényről, bocsánat, aki egy egész nép bízott meg azzal, hogy legyőzze azt a sárkányt, amelyik eltakarja a napot. És hogy
hogy evett parazsat, hogy ezt a parazsat hogy szította a nép, és így tovább. És a gyerekek megértették, mert azon a jelképi nyelven meséltem nekik, amit ők megértenek. Pontosan dekódolják a tündért, a parazsat, a tálpost és minden mást. És ezen a számukra egyedül érthető jelképi nyelven beszél a népmese arról, hogy a világban van rossz, de azt le tudjuk győzni. Összefogással, természettel, stb. Stb. És ugye ugyanezt tudjuk elmondani, hogyha pedagógiai gyakorlatban használjuk a népmesét, akkor egyszerűen olyan tudást közvetítünk a gyerekeknek, amely aztán a mindennapi életükben megoldási mintákat ad. Itt Zsuzsa néni az egyik tanítónk élvezi a népmesét éppen. Egy bábos népes előadás volt, és láthatom a Zsuzsa néni legalább a gyerekek szintén élvezte a pillanatokat. Ugye körkörös mimézis, mondja ezt egy Brunner nevű kutató, hogy a mesék között átjárhatóság van, mert a mesék utánozzák az életet, és az élet utánozza a meséket. Tehát ha azt szeretnénk, hogy a gyerekeink talpra esett emberek legyenek, akkor ezekről a talpra esett emberekről érdemes mesélni. Beszédmegértés, az elbeszélések megértéséhez és elmondásához szükséges nyelvi tudás, hát mindez ott van a népmesében. Az aulában éppen az egyik tanítókat hallgatják a gyerekek nagy élvezettel. Népmese alapú olvasás tanítás, nem tudom ki lesz majd a tanító, minden esetre nagyszerű cikkek vannak róla. Ha már olyan népmesével dolgozunk, amelyet a gyerekek ismernek az oviból, akkor lényegesen nagyobb eséllyel tudunk jó eredményeket elérni. Ráadásul egy népmesét sokféleképpen fel lehet dolgozni, rajzban fel lehet dolgozni, még matematikát is lehet vele bizonyos eszközökkel tanítani, nem csak szövegértést és egyebeket. És a gyerek közben megtanulja azt, hogy egy dolgot sokféleképpen lehet értelmezni. Ugye van egy rejtett tanterv ebben, tehát valamit csinálunk neki, de közben ő valami mást is megtanul. Ez a rejtett tanterv az azt hiszem eléggé fontos, hogy a búzaszemben nagyjából egybeesik azzal, amit valóban akarunk. De ugye a személyiségünkkel nevelünk, tehát azzal a szeretettel nevelünk, ami belőlünk sugárzik. És az, amit megtanítunk, az tulajdonképpen másodlagos ahhoz képest, ahogy csináljuk. Lehetséges gondok az iskolában, rövidesen vége lesz. Tehát ez megöli az iskolákat manapság. Hát most azt már hagyjuk is, hogy most kerül be az a nemzedék az iskolákba, akinek már nem alakult ki az idegrendszere, mert a digitális világot túl hamar ráengedték, és nincs az a pedagógus, aki mondjuk miniszteri fizetésért is meg tudja tanítani majd őt. De ez mondjuk egy másik történet most. Minden siker, minden iskolai sikertelenség mögött pszichikai rosszulét van. A pszichológiai immunrendszer leépülése van, ez biztos. Biztos. Hogyha a motiváció megvan a gyermekben, és a közössége is a tudás felé sarkalja, akkor elértük a célunkat. Amit eddig mondtam, a népmeséről, népzenéről, néptáncról és évekről mind-mind ezt a pszichológiai jóllétet segíti elő. Volt egy kísérlet, gyakori megbetegedés, erre szeretnék egy példát mondani. Bár mindegyikre lehetne, csak akkor tényleg nem fejeznék, csak egy hét múlva. Tehát gyakori megbetegedés óvodában, kísérlet, az egyik óvodás csoportban, hát csak a gyerekek úgy együtt voltak, rajzolgattak is, de nem volt semmi különösebb foglalkozás. A másik csoportban népmesét meséltek nekik, és ezt a népmesét feldolgozták. Ilyen örömpedagógiával dolgozták fel, tehát megtalálták benne az együttműködéshez szükséges dolgokat, lerajzolták, sokféleképpen megközelítették, és azt vették észre, és énekeltek, táncoltak sokat, azt vették észre, két szomszédos csoportról van szó, hogy az egyik csoportban egyszer csak lecsökkent a felső légúti megbetegedések száma, hát abban, amelyikben csinálták ezt a programot. Majd három hónap múlva, amikor befejezték a programot, akkor két hét alatt visszaemelkedett ugyanoda. Tehát akkor, amikor ezekkel az örömökkel dolgozunk, akkor gyerekeink kevesebbet lesznek betegek. Kevesebbet lesznek betegek. Hát itt a megoldások, ez tulajdonképpen ugyanarról van szó.
Na most mindaz, amit csinálunk, ugye eddig, amit elmondtam, mese, zene és egyebek, tulajdonképpen mindenre érvényes lehet, ugyanez érvényes az összes zenére, vagy a kórus éneklésre és mindenre, de van egy nagyon fontos dolog, hogy a magyar néphagyomány ad még nekünk valamit, ami szerintem a 21. században elég fontos, identitást. És nem akármilyen identitást, hanem magyar identitást ad. Eligazodást a világban, a magyar észjárást, azt a mellérendelő gondolkodásmódot, ami a nyelvtanunkban is megjelenik, és ami az egész világunkban megjelenik, hogy nem alá-fölé rendeltségben gondolkodunk, hanem összekapaszkodásban és egymásra számításban. És ez eléggé fontos lesz a 21. században szerintem. Nem járunk majd így, hogy majd veszünk valamilyen fejet. Leveszem az L, az M, a B, T, Q vagy valamelyik fejemet. Vagy pedig valami tört identitást, dark leszek, vagy nem tudom, szóval sok mindent lehetne mondani. Ha régről vennénk, akkor digót és csöröst mondanék, de most már biztos ezt a fiatalabbak nem is értik. Szóval Kodály, amikor tudatalatti magyarságot mond, akkor szerintem az igazság egyik részét tárja fel, mert valóban tudatalatti magyarságot ad a magyar néphagyomány, de ad tudatalatti kereszténységet is, istenhitet, ad tudatalatti természetközpontúságot, tudatalatti férfi-női mintákat, és még nagyon sokat ad így tudatalatt. Erről már beszéltem, érzelmi intelligencia, hát itt a Bethlehemes csapatunkkal járjuk a családokat, hátul van egy szép csákolyú huszár, fiatalember az élennék, elő a barátaimnak a gyerekei, mi lányaink akkor már nagyobbak voltak és engedtek velünk, de ők is jó párszor jártak, és a baráti körükkel járnak most is. Hát, nagyon jó élményeink vannak velük. Közösséget formálunk, van egy húzaszem piacunk, eléggé fontos, hogy ugye hát az agglomerációban nyilván itt talán kevésbé probléma, vagy nem tudom, hogy probléma vagy nem, de az agglomerációban hát ugye ott vannak ilyenek, mint a Madaras Tesco, ugye az Ocean, meg a Tesco, meg a Lidl, meg a Interspar, meg a Penny, meg nem tudom mi. De mi azt gondoltuk, hogy ha a Húzaszem iskola a szülői közössége elkölt minden esztendőben, vagy minden hónapban, hát hogyha 100 000 forintot számolunk mondjuk családonként, annyit talán számolhatunk élelmiszerre, lehet, hogy többet is, és van 120 család, az 12 millió forint, az egy évben 140 millió forint, hogyha ennek egy részét vissza tudjuk forgatni a helyi gazdaságba, és helyi termelők kapják, akkor már jól jártunk. Jó lenne mindent, de azt nem tudjuk. De teszünk lépéseket arra, hogy minél többet. Szerintem ez hatalmas anyagi erő azoknak az ilyen gazdálkodó embereknek, akik a környezetünkben vannak. Érdemes őket segíteni, hát mi meg hozzájutunk ahhoz az egyébként jó minőségű ételhez, amit ők termelnek. Felnőtt néptáncosok. A varacskos röfegés az csúnyán hangzik, de nem kell, ez benne van a elnézést ezt a saját közösségünkben. Ezt most magyarázni kell, úgy érzem. Tehát hogy az volt, hogy vannak komoly zenetanáraink és vannak népzenetanáraink. És a népzenetanáraink mindig azt mondták a komoly zenetanárainkról, hogy szomorú zenészek. És ők meg azt mondták cserébe, a népzenetanáraink, ti meg olyan varacskosak vagytok. És hát ugye mit csinálnak a varacskosok, ha összejönnek zenélni, hát röfögnek. Úgyhogy így lett a varacskos röfögés, ez egy zenélős alkalom, amikor nótázgatunk, de van most már népzenetáborunk, az varacskos dakonya. És hát itt ugye rögtön gyerekek első és kislányok fürjázatnak ott, és kezdenek együtt muzsikálni nagyokkal. Népdal, erről már beszéltünk. Tábort csinálunk, ez itt egy Guinnessi tábor, a Horospatak is Hanzerpanzióban voltunk, ilyenkor hívjuk a környékbeli zenész ismerőseinket, hagyományőrzőket, időseket, hogy meséljenek. Nagyon szép pillanataink vannak ezzel, és hát ugye megismerjük az országot, meg még ráadásul ott helyben kapcsolatok is kialakulnak, és annak a helynek a kultúráját is. Voltunk így már a mezőségen, a Bakonyalján, Gyimesben, a Faddomboriban, és most, hát ugye két éve nem tudunk sehova menni, most délvidékre szeretnénk menni, hát az tulajdonképpen Dél-Alföld, úgyhogy délalföldi zenéket, táncokat fogunk tanulni majd.
és aztán a Küküllő mentére vágyakozunk most majd. Vásárokat is csinálunk ugyanígy a helyi vásározóknak, de van egy Szent Mihály napi vásárunk, ott a gyerekek portikáit adjuk el a gyerekeknek. Az megint egy külön beszélgetés. Az építkezés csak így nagyon gyorsan végig pörgetem. Itt ugye még az 5000 forintos része van. Később ez már azért a 170 millió forintos része. Ez a továbbépítési most tornacsarnokot építünk. Azt mondta az alapítványunk elnöke, hogy émeítően sok pénz van a számlánkon. Már az 5000 forinthoz képest, mert most már 60 millió forint van a számlánkon, és 500 millió az egész építkezés. És azt mondta, hogy ez most már itt tűrhetetlenül sok. És kétségbe van esve, hogy mi lesz velünk. Na, akkor még ezt szeretném kicsit részletesebben elmondani. Itt egy 2017-es kompetencia mérést mutatunk meg. Nem az a célunk, hogy a gyerekeink jól szerepeljenek a középiskolai felvételinél. Ez fontos kimondanom. Tehát nem ezért neveljük őket. A célunk az, hogy ők a társadalom kovászai legyenek. Ennek a gondolkodásnak, amit eddig elmondtam, egy mellékterméke, hogy ők jól szerepelnek a középiskolai felvételiken. Nagyon jó. Minden évben egy-két-három gyerekünk a legjobb gimnáziumba tud bekerülni, mert 91 néhány ponttal menne a gimnáziumokba. De, hogy mondjam, nem erre vagyunk igazán büszkék, hanem arra vagyunk igazán büszkék, hogyha tudnak megértéssel, empátiával, örömmel fordulni a világ dolgai felé. Hogyha képesek összekapaszkodni. Melléktermék, de fontos melléktermék, mert persze tudjuk, hogy ha nem is erre összpontosítunk, azért az érvényesüléshez, vagy a boldogsághoz kell az érvényesülés, az érvényesüléshez kell, hogy jó helyre kerüljenek be majd tanulni. A kompetencia méréseken a buzaszemes gyerekek rendszeresen nagyon jó eredményeket érnek el. Mi nem válogatunk akkor, amikor bekerülnek hozzánk a gyerekek, vagyis hát válogatunk, de ahogy mondtam, együttműködés alapján, és nem pedig észbeli képességek alapján. Ehhez képest, amikor 6. és aztán főként 8. megnézzük, hogy a gyerekeink mit tudnak, és a kompetencia méréseken ugye összevetjük a többi iskolával, akkor azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeink rendszeresen az országos átlag fölött teljesítenek, a járási átlag, ugye az szociokulturálisan hasonló közeg, a járási átlag fölött teljesítenek, de azt hagyján, hanem a tehetséggondozásra válogatott 6-8 osztályos gimnáziumok szintjét sokszor megközelítik, néha behozzák, és egyszer-kétszer megelőzik. Itt azt a példát láthatják, amikor megelőzték 2017-ben szövegértésből, az országos átlag a gimnáziumokat, meg az általános iskolákat is egy bevéve, az 1560 valahány pont volt. A Dunakeszi járás átlaga az 1595 pont volt. A 6-osztályos gimnáziumok átlaga az 1720 pont volt. A 8-osztályos gimnáziumok átlaga 1718 pont volt. És a buzaszemes gyerekek 1780 vagy 78, valahogy így 1778 pontot teljesítette. Miközben nem válogattunk, nem tartottuk nekik külön extra matek órákat, hát van matek szakkörű, aki akar, az persze elmegy oda, és tudunk róla külön gondoskodni. Tehát az a nevelés, amit elmondtam, szerintem nagyon nagy erénye, hogy nem kevesebbet ad, mint ami a NAD-ban van, hanem többet. Közben ezt élményszerűen teszi, úgyhogy a gyerekek örülnek neki, hogy ezzel az ő pszichológiai jólétüket erősíti, miközben tudás szinten legalább annyit hoz, mint a többi iskola, vagy többet. Ezt a magyar néphagyomány adja nekünk. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az eleink, amikor ilyen legendák vannak arról, hogy majd Csaba királyfi vitézei eljönnek, és csillagösvényen, és majd megmentenek bennünket, hát itt a csillagösvény, a magyar néphagyomány, jönnek rajta a vitézek megmenteni bennünket.
az összes ősünk itt van ebben a néphagyományban. Ugyanígy a szövegértés 6. osztály, a búzaszem a kék. Itt ezen a részen ugye a szintek láthatók, hogy hányan vannak az első szint alatt, a második, az a legmagasabb szint, itt a 7-es. És az látszik, hogy az országos meg a városi átlag, ugye a városi már nagyon jól összevethető azzal, ami nálunk van, hiszen mi is egy kisvárosban lakunk. Sokkal kevesebb búzaszemes gyerek van alacsonyabb szinten, és sokkal több van magasabb szinten. Szövegértésben, 6. már. És aztán itt a 8. osztály is mateknál ugyanezt látjuk egyébként. Azt még hozzáteszem, hogy az is látszik, hogy 6-ról 8-ra a búzaszemes gyerekek még jobban is fejlődnek, mint a többiek. Tehát nyílik az olló többihez képest. Mert hogy az, amit adtunk nekik, az az alap, az meghozza az ő motivációjuk a további fejlődéshez. Tehát most már az első egyetemista gyerekeink jönnek ki lassanként. Hát, kutatóbiológusként meg egyébként, de arra is büszkék vagyunk, hogyha valaki kovácsként fog majd dolgozni, mert ők például úgy hozták át, hogy egy másik iskolából kimenekítették. És van olyan gyerekünk, akit úgy hoztak hozzánk, hogy hát ott nem tanult meg írni, olvasni. Elhozták harmadikba, hogy nem tanult meg írni, olvasni, valamit csináljatok vele. És azzal, hogy lebontottuk a gátjait, hogy nem iskolaszerűen működtettük a gondolkodásunkat, azzal sikerült lebontani a gátjait, és a kisfiú hát nem csak írni, olvasni tanult meg, hanem most lassanként házasodik, és egy lovas, vagy egy lovas tanyát vezet éppen a feleségével, és egyébként ő is valami szakmát tanult én mellette. Na, Kis Áron nem szoktam nagyon emlegetni. Nevelő, és ezeket a gondolatait érdemes eltenni. Azt mondja, hogy ma holnap kénytelenek leszünk. 1875-ben írta. Ez érdemes hozzátenni. Tehát 150 éve írta. Pontosan igaz ma is. Azt mondja, óratervek szabályozzák az iskolák, mert ez élet a gyermek. Kertük most az óráról beszél. Dacáról tagadják, hogy benne tanítanak. Anélkül, hogy megfigyelték volna, mivel játszik a magyar gyermek, mit dalol, mivel foglalkozik, egyszerre elkezdték kínozni azzal, ami aminek a német gyermeknek jó volt, de a magyar éppen ellenkező vérmérsékéhez éppen nem volna alkalmazható. Hát itt a magyar néphagyomány a mi vérmérsékünkhöz nagyon is alkalmazható. És a végére már csak ennyi, Csóri Sándornak egy mondata, a múlt nem mögöttünk van, hanem bennünk. Minden. A térkép az azért van ott egyébként, mert Juhász Zolinak a kutatása, még a végére talán egy mondatban érdemes megemlíteni, ő azt nézte meg, hogy a magyar népzenének hol vannak a rokonai, merre felé. A pontok a rokonokat jelölik. Látszik, hogy Európában merre felé van. Nyugat-Európában is van kevés, azok főként egyébként ilyen kelta maradványok. Miért keletebben vagyunk, annál több van. És amúgy a Dakota népzené és az andok indiányainak népzenéje is rokonnak számít, közös ősforrásból táplálkozunk. És akkor a végére egy olyan kisfiúnak az arca, aki autista. És úgy ment el tőlünk, hogy az érzéseit még neki is tudtuk fejleszteni, és ki tudtuk bontani. Az egy autistánál szép teljesítmény. Most is van egy pár ilyen gyerekünk, és vidáman nézzük, amikor az édesanyja azt mondja nekünk, hogy nehezen fejezi ki az érzelmeit. De milyen jó, hogy kifejezi. Köszönöm szépen. Köszönöm.